Az idén-nyáron is már tapasztalt rekkenő hőség, majd sokszor ennek véget vető felhőszakadás, és utána villámárvíz. A klímaváltozás érezteti hatását a régióban is. A Dunaszerdahelyi önkormányzat az új időjárási körülményekhez szeretne alkalmazkodni. A mostani határon átnyúló együttműködés keretében szakemberek felmérik a város zöldövezeteit, azok állapotát, továbbá dendrológiai felmérést készítenek, valamint a zöld-kék infrastruktúra katalógusát. Az adatok elemzése után a Brünni Műszaki Egyetem és a Brünni Tomás Garik Masaryk Vízgazdálkodási Kutatóintézet munkatársai javaslatokat tesznek, hol kell felfogni az esővizet, hol kell zöldíteni, és esetleg hova lehet szubtrópikus növényeket kiültetni. Tu ide aj ozaj o to zapojenie tej vedy do tohoto procesu, aby sme dostali vhodné tie odporúčania, kde kolegovia z Vysokého učenia technického v Brne vlastne by mali nám navrhnúť, urobte túto opatrenie, toto skúste urobiť, aby ste zabránili nejakým problémom, povodniam. My teraz musíme vynakladať prostriedky na polievanie zelene, aj polievanie tých parkov a tak ďalej, ale očakávam, že by sme mali zaznamenať nejaké úspory aj potom na základe toho, že zrealizujeme tieto opatrenia. Fő célja ennek a projektnek elsősorban az esővíz újrahasznosítása, és főleg az árvízhelyzeteknek a megelőzése. És célunk az, hogy a mi önkormányzatunk is elinduljon abban az irányban, hogy a zöld és ekopolitika természetesen az észszerűség határain belül minél nagyobb teret hódítson városunk prioritásai között, és a zöldövezetek revitalizációjában segítsen és anyagi támogatásokat nyújtson ezekben a felújításoknál. Az önkormányzat a szakemberek ajánlásait már szeretné beépíteni például a Bartók Béla sétány revitalizációjánál, illetve a Gokart pálya helyén kialakítandó Városligetnél is. A cél, hogy olyan ökológiai tervek készüljenek, amelyek hosszú távon is működnek.